Szerbia 2012 óta részese ennek a programnak. A 4 évre tervezett projektum egyik részére március 1-jéig lehet pályázni, a többire pedig szeptember 1-ig. Ami újdonság, az tulajdonképpen az, hogy a társpénzelésnél, társfinanszírozásnál, miután a program, illetve a projektum megnyeri a pályázatot, már előre megkapja bizonyos pénzösszeget, amely az alprojektumban, amelyre pályázott, ki van írva. Valahol ez 70%, valahol 40%, valahol 50%. A program célja, hogy a polgárok minél jobban megértsék az Európai Unió lényegét. Az a lényeg, hogy minden projektumban Európai Uniós országokat is be kell vonni, és előny az, ha nem a közelünkben lévő európai országban lévő tagállam résztvevője a projektum egyik résztvevője, hanem például egy távolabbi országból vonunk be a projektumba társakat. Vajdaság multietnikus közeg, amely hozzájárulhat az európai integrációk népszerűsítéséhez, hangzott el az összejövetelen.